harmadik alkalommal vagyok itt köztetek. Most már lassan kezdek büszke lenni magamra, hogy harmadszor is sikerült átlépnem a komfortzónám határait, azért nekem ez nagy dolog. Úgyhogy időnként báni félelemmel tölt el, amikor ide ki kell lépnem, de hát gondolom, hogy lesz ez még jobb is itt titeket, ahogy elnéztelek az előző alkalmakkor is. Hát a félelmemet sikerült azáltal is legyőznem, hogy a mai est témája az számomra egy nagyon érdekes téma lesz, a romboló önkritika, de azt hiszem, hogy ez mindannyiótokat érinteni fog, ugye, hiszen ez egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint, érintve vagyunk benne. A múltkori alkalommal sikerült megnyernem az őző versenyt, ez egy negatív dolog, de hát nem baj, végül is valahol el kell kezdeni. Sok jó példát látok itt magam előtt, és hát remélem, hogy ez élete számomra is követendő út lesz. Fogadjátok sok szeretettel az est házigazdáját, Manherz Józsefet, aki a mai estet is vezeti. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A tréningen való karriert el lehet kezdeni akár úgy is, hogy valaki az őzés versenyét nyeri meg. Ez mindenképpen nyomot hagy. Ha benned, az nagyon jó, mert akkor az egy bizonyosság arról, hogy tudod, itt kell elindulni, és onnan megfelelő célok irányába kell tartani. Szóval köszöntelek benneteket, a tréning ma súlyos lesz.